Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival ezen a mai konfirmációs alkalmunkon. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. 463-as számú dicséretünk első versét énekeljük. 463-as számú dicséretünk első versének eléneklésével hívjuk, kérjük Isten szent lelkét. Úgy kezdődik ez az énekünk, az első vers, hogy Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Igét a mai napra kijelölt újszövetségi igeszakaszunkból fogom olvasni, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 3. fejezet 23. és 24. versétől eképpen. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből. Kedves gyerekek, valóban nincs különbség köztünk igazából, bár ha egymásra nézünk, akkor látjuk a különbségeket. Látjuk azt, hogy vannak köztetek olyanok, akik magasabbak, és vannak köztetek olyanok, akik alacsonyabbak. Vannak köztetek fiúk, és vannak köztetek lányok. Vannak köztetek olyanok, akiknek a focizás a hobbiuk, vagy bármiféle sport, és vannak köztetek olyanok, akik inkább szeretnek zenét hallgatni, vagy könyvet olvasni. Igazából azonban, amiről Pál apostol itt beszél, szív szerint egyformák vagyunk, szív szerint nincs különbség közöttünk, szív szerint mindannyian bűnösek vagyunk, és ha azt nézzünk, hogy mit érdemlünk, akkor bűnös voltunkra való tekintettel mindannyian ítéletet és kárhozatot érdemelnénk. Isten azonban sokkal jobban szereti az embert, és sokkal jobban szeret benneteket is, a gyengeségeiteknél, hibáitoknál is sokkal jobban. Ezért küldte el Jézus Krisztust, és váltott meg mindannyiunkat, és ezt nevezzük kegyelemnek. Kegyelem az, amikor nem azt kapod, amit érdemelsz, és ehhez hoztam egy történetet, nem tudom ki az, aki ismeri, ha nem, akkor majd fogjátok, Viktor Hugónak a Nyomorultak című könyvét, amiben egy Jean Valjean nevű bűnöző áll a történet középpontjában. Ő egy kemény, megkeseredett ember, aki 19 évet ült a börtönbe, nyilvánvalóan a bűnei miatt, a vétkei miatt, amit elkövetett, ez egy jogos büntetés volt. Amikor azonban kiszabadul, akkor elég nehéz neki visszaállni a társadalomba, mivel ő bűnöző, nem nagyon akar neki senki sem szállást adni, sem munkát, és nem akarja senki sem befogadni, hanem egy jólelkű püspök az, aki megszánja őt, és
szállást ad neki és ételt. Valzsan viszont az éjszaka kellős közepén ellopja a püspök úrnak az ezüst evő eszközeit, és elszökik vele. Hamarosan azonban elkapják, és három csendőr, aki megtalálta, visszaráncigálja a püspök elé. Valzsan nem sok jóra számíthat. A püspöknek minden joga megvan ahhoz, hogy számon kérje az árulásáért, feljelentse, és még egy pár évet börtönben töltsön. A püspök azonban így szól. Á, ön az. Nagyon örülök, hogy látom. Igen ám, de én a gyertyatartókat is önnek adtam. Azok is ezüstből vannak. Bizonyára megkaphat értük 200 frankot is. Miért nem vitte el a gyertyatartókat is az evőeszközökkel együtt? A csendőrök aztán így Valzsant elengedik. Kedves gyerekek, ez a püspök háromféleképpen bánhatott volna ezzel az emberrel. Ha igazságosan bánik vele, akkor azt mondja, az ezüst az enyém, kérem vissza, te pedig mész a börtönbe, mert ezt érdemled. Bánhatott volna vele elnézően. Mondhatta volna, hogy oké, visszakérem az ezüstömet, de nem teszek feljelentést. Menj el. Ez egy elnéző bánásmód lett volna. A harmadik lehetőség, amit azonban a püspök meglép, és ami nyitva állt előtte, ahogyan kegyelmesen bánik vele. Tisztában vagyok azzal, hogy mit tettél, hogy visszaéltél a nagy lelkűségemmel, de tarts meg az ezüstöt, és vidd el ezeket a gyertyatartókat is. Elmehetsz szabadon. Az egyetlen dolog, amit a püspök kért, hogy a pénzt jó dologra használja. Egy nagyon drága ajándékkal bocsátja útjára az előtte álló bűnözőt, egy olyan ajándékkal, amit egyáltalán nem érdemel meg. Gyerekek, a kegyelem, amiről a római levél beszél, ezt jelenti, a meg nem érdemelt szeretet, a meg nem érdemelt nagy lelkűség. Isten kegyelme mindannyiunk felé nyitva áll. Én azt kívánom nektek, hogy ez a kegyelem legyen valóság a ti életetekbe. Ne csak egy olyan lecke vagy egy ismeret, amit itt most felmondtok, hanem hogy valóban legalább egyszer az életetek során éljétek meg és tapasztaljátok meg, hogy mit jelent ez a szeretet és ez a kegyelem Isten részéről. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük neked a mennybe menetel ünnepét. Köszönjük neked, hogy van lehetőségünk megemlékezni erre a napra. Köszönjük neked, hogy értünk mentél vissza a mennybe azért, hogy helyet készíts a mi számunkra. És köszönjük, hogy mégsem hagytál bennünket egyedül, hanem szent lelked által most is itt vagy velünk, és jelen vagy közöttünk. Urunk, te látod ezeknek a fiataloknak a szívét, lelkét. Te látod azt, hogy mit szeretnél velük kezdeni, mi a te célod az ő életükkel, és azért könyörgünk most, hogy az az ismeret, amiről ők most bizonyságot tesznek, ezt megélhessék, megtapasztalhassák, valósággá válhasson az ő életükbe. Hiszük, Urunk, hogy a te munkádat, amit elkezdesz valakiben, a te jó munkádat, azt be is fejezed. Ezért könyörgünk most hozzád, és így ajánljuk fel ezeket a fiatalokat. Neked és a te kezedbe tesszük az ő életüket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig, gyerekek, a konfirmációnak a vizsga része következik. Először is felkérem a Mihalina Lászlót a gimnázium 8. osztályának vizsgáztatására. Szeretném kérni először
Arany Koppány, 8-os diákunkat, válaszoljon a következő kérdésre. Hogyan nevezzük az egyházak egységtörekvését? Ökumenikus mozgalomnak alapja Jézus Krisztus főpapi imádságba, amelyben azért könyörgött az atyához, hogy követői mindnyájan egyek legyenek. Köszönöm, Koppány. Balázs Tündét kérem. Válaszoljon a következő kérdésre. Nem halványítja el az ökumenikus mozgalom a református hittudatot? Semmiképpen sem. Minden egyház a saját színével vesz részt Krisztus dicsőítésében, ahogyan a szivárvány hétszíne egybeolvad a fehérben. Köszönöm. Csató Szabolcsot kérdezem. Mivel bizonyíthatjuk élő hitünket? Hitünk gyümölcseivel. Lehetetlen, hogy aki a Krisztusban van oltva, a hála gyümölcsét ne teremjék. Köszönöm. Csekő Sándor Benedeket kérdezem. Hogyan szól az első parancsolat? Én vagyok az Úr, a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Köszönöm szépen. Fejes Balást kérdezem. Hogyan szól a második parancsolat? Ne csinálj magadnak Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyákat a fiúk bűneiért, harmad és negyed ízig, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Köszönöm, Balázs. Fekete Dávidot kérdezem, hogyan szól a harmadik parancsolat? Nem mondd ki hiába Istennek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába kimondja a nevét. Köszönöm. Lantai Lettit kérdezem, hogyan szól a negyedik parancsolat? Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon el dolgozz, és végezz mindenféle munkádat. De a hetedik nap te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kaputon belül tartózkodó jövevény. Mert hat napon át alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent. Ezért megáldotta és megszentelte az Úr nyugalom napját. Köszönöm szépen. Mezei Virágot kérdezem. Sorolt fel a karácsonyi ünnepkör főbb ünnepeit. Advent 4 vasárnapjával kezdődik, készülődés az Úr eljövetelére. Advent első vasárnapja november végén vagy december elején van. Karácsony, Jézus születésének ünnepe december 25-26-án. A régi egyház a második napon emlékezett István diakónusra, mivel ő halt legelőször vértanú halált Krisztusért. Ó évi háladást! Ezt a napot egyébként első szilveszter római pápáról nevezték el, aki 335. december 31-én halt meg. Újévi könyörgés január 1-én után ez karácsony 8-a Jézus nevének ünnepe is. Erre utal újévi énekünk. Új esztendőben mi vígadjunk, született Jézust mi imádjuk. Epifánia, görög eredetű szó, megjelenés. Január 6-a a legrégibb keresztény ünnep, amelyet több egyház ma is megül. Magyar neve vízkereszt, mert Jézus nyilvános működése kezdetén a Jordánnál jelent meg, s ott keresztelő János megkeresztelte. Az év első vasárnapjait számunkra is ez az öröm jellemzi, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Az egyházi év ezen örömteljes szakaszát német eredetű szóval farsangnak hívják. A karácsonyi ünnepkör utolsó napját a régi magyarok húshagyókednek nevezték el. A név utalás arra, hogy másnap a nagybőjt kezdődik. Köszönöm szépen, Virág. Nagy Kornél következik. Kornél, sorolt fel a húsvéti ünnepkör legfőbb ünnepeit. Hamvazó szállával kezdődik a húsvét előtti 40 napos nagybőti időszak. Ez az elnevezés onnan ered, hogy a római katolikus liturgiában a pap ezen a napon hamuval keresztet rajzolt a hívők homlokára. Por vagy, és a porba fogsz visszatérni. A nagybőt 6 vasárnapján Jézus szenvedéseire emlékezünk. Ugyanakkor a 40 napos nagybőti időszak utalás a zsidó nép 40 évig tartó vándorlására, illetve Jézus 40 napig tartó nagy böjtjére. A virágvasárnap a nagybőti időszak 6. vasárnapja. Ezen a napon Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. Ezután következik a nagy hét. A nagy hétnek főbb napjai
nagy csütörtök, az úrvacsora szerzetetésének napja, nagy péntek, Jézus kereszthalálának megemlékezése, nagy szombat, Jézus sírban pihenésének ünnepe, a húsvét két napja, Jézus feltámadásának ünnepe, és áldozó csütörtök, Jézus mennybe menetelének ünnepe. Köszönöm szépen, Kornél. Németh Mártát kérdezem. Sorolt fel a pünkösdi ünnepkör fő ünnepeit. Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe a húsvét utáni 50. napon. A Szent Háromság vasárnapja a pünkösd utáni vasárnapon van, mintegy összefoglalja az üttörténet ünnepeit. Első az atya elküldte fiát a világra, karácsony ünnepkör, második a fiú elvégezte a váltság művét, húsvéti ünnepkör, a harmadik a Szentlélek eljött a tanítványokra és irányítja az egyház életét, pünkösdi ünnepkör. A pünkösdi ünnepkörben 24-28 vasárnap van, aszerint, hogy a húsvét időpontja korábban vagy későbben van. A pünkösd utáni vasárnapoknak sem lehet más a feladata, ami érettünk történt, történjék bennünk. Ebben az ünnepkörben van az új kenyérért és az új borért való hálaadás alkalma, amelyet a magyar nép az úrvacsorával köt egybe. A reformáció emlékünnepén megemlékezünk arról, hogy 1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel elindította a reformáció áldott művét. Ez az ünnep is illusztrálja, hogy a Szentlélek munkálkodik az egyházban, és annak egész története során. A pünkösdi ünnepkör végén, november hónapban Isten örökké valóságára tekintünk előre. Német protestánsok az egyházi év utolsó vasárnapját az örökké valóság vasárnapjának nevezik. Nálunk leginkább halottak napja november 2-a táján fordul népünk figyelme a temetők felé. Számunkra a virágdíszes sírok az élő keresztény reménység kifejezői. Mi nem az elmúlásban hiszünk, hanem az örök életben. Köszönöm szépen. Perjesi Timát kérdezem, hogyan szól az 5. parancsolat? Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Köszönöm, és kérünk Timi, hogy add át a mikrofont. Szilágyi Dávidot kérdezem, hogyan szól a 6. parancsolat? Ne ölj! Azért ennyivel nem úszod meg. Mit kíván Isten a 6. parancsolatban? Az élet tiszteletét és feltétlen védelmét. Ezért tiltja meg mind a magunk, mind a mások életének kioltását. Ellene van a meg nem született magzatok megölésének, szent akarata ellen van minden háború. Ugyanakkor tiltja az élet rongálását, az önpusztítást, amilyen az alkoholizmus, a kábítószerévezet, vagy az életünkkel való vakmerő játék. Köszönöm, Dávid. Szilágyi Zoltánt kérdezem, hogyan szól a 7. parancsolat? Ne paráználkodj, hogy... Itt is megkérdezem, mit kíván Isten a 7. parancsolatban? Mivel testünk a Szentlélek temploma, ezért megtilt minden tisztátalan beszédet és cselekedetet. Köszönöm szépen. Szonda Gabi, hogyan szól a 8. parancsolat? Ne lopj! Mit kíván Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt, hogy tolvajjá vagy rablóvá ne váljak, hanem azt is, hogy fele barátomat és a közösséget fondorlatosan meg ne károsítsam. Köszönöm szépen. És végül Tóth Rebekát kérdezem a gimnazista 8-os diákok közül. A 8. parancsolatból milyen két pozitív parancs következik? A dolgozz és az ajándékozz követelménye. Pál apostol szigorú logikával mondta, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ugyan ő írja, kiki saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Köszönöm szépen a 8-os gimnazistáknak a felkészülését és a válaszokat. Uherkovics Éva tanárnőt kérem fel, előbb a 8. B, aztán a 8. A és a 10. B osztály vizsgáztatására. Akkor Albert Ákos szeretném először szólítani. Arra a kérdésre válaszolj, hogy miben áll Jézus Krisztus hármas tiszte? Abban, hogy ő prófét, a főpap és király. Igen, te részt vehetsz az ő hármas tisztében?
Igen, profétai tisztem, hogy nevéről én is vallást tegyek, főpapi tisztem, hogy szívemet, mint égő áldozatot hálából neki adjam, királyi tisztem, hogy küzdjek a bűneim ellen. Így van, köszönöm szépen, leülhet. Antal Dani, Antal Dániel. Miben áll Jézus Krisztus váltságműve? Szent életével és ártatlan halálával eleget tett Isten ígéretének, ezzel megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Jó, köszönöm szépen. Aranyvirág. Mikor lesz számodra nyilvánvalóvá a kereszt titka? Amikor a Szentlélek megvilágosítja előttem, hogy miattam, helyettem és érettem történt a kereszt halál. Jó, köszönöm szépen. Leülhetsz. Basalajon Gergő. Mit szemléltet Krisztus feltámadása? Azt, hogy az Atya elfogadta a világ bűneiért bemutatott engesztelő áldozatot és megdicsőítette Szent Fiát. Jó, köszönöm szépen. Bencsik Marcel Bruno. Mit tanít Pál apostol a húsvét nélküli hitről? Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halálból, mint az elhunytak zsengéje. Jó, köszönöm szépen, foglalj helyet. Bordás Zita. Találó elnevezése a húsvét szó. Nem találó, mert a nagyböjt utáni húsevésre vonatkozik. Egyébként nem az elnevezése fontos, hanem a feltámadt úrban való hit. Jó, köszönöm. Debreceni János. Nem lett volna jobb, ha Jézus a földön marad? Nem, mert akkor csak kevesen találkozhatnának, még kevesebben beszélhetnének vele, de így Szent Lelke által mindenki minden percben kapcsolatban lehet vele. Jó, köszönöm szépen. Fejes Dávid. Mi az Úr mennybe menetelének hármas haszna? Először, hogy van az mennyben ügyvédünk, szószólunk, másodszor, hogy megdicső teste biztosíték arra, hogy mi is mennybe juthatunk, harmadszor maga helyett a Szent Lelke küldte el nekünk. Jó, köszönöm szépen. Gonda Panna következik. Mikor töltötte ki Isten az ő Szent Lelkét? Pünkösd ünnepén, húsvét után 50, áldozó csütörtök után 10 nappal. Ekkor a Szentlélek a gyáva tanítványokat bátor hitvallókká formálta. Jó, köszönöm szépen. Juhász Lili. Hányan tértek meg Péter prédikációjára? 3000 lélek, ezért mondjuk, hogy pünkösd az egyház születésnapja. A megtértek itt tartóan vettek részt az apostoli hitvallásban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Jó, köszönöm. Kara Máté. Mit tesz egy szent cselekményt sákramentummá? 2, úgy, mint a kereséget és az úrvacsorát. Az a másik kérdés volt. 3 dolog. 1, Jézus Krisztus rendelése. 2, van hozzá fűződő, vagy van benne külső látható jegy. És 3, van hozzá fűződő ígéret. Jó, köszönöm szépen. Kis Anna. Mikor szerezte az Úr a keresztséget? Menj be menete előtt ezekkel a szavakkal. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jó, köszönöm szépen. Kriszbai Viktória. Mi a keresztségben a külső jegy? A tiszta víz, amely Jézus vérét jelképezi. Ahogyan a víz lemossa a test szennyét, úgy törli el Jézus vére a lélek szennyét, a bűnt. Jó, köszönöm szépen. Pápai Kerubina Dea. Mikor szerezte az Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát? Kereszt halála előtt nagy csütörtök este az utolsó vacsorán. Azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál első levele a korintusiakhoz, 11. rész, 23-tól 26. vers. Köszönöm szépen. Leülhetsz. Patkós Csaladana, hogyan fogsz készülni az Úr asztalához? Igaz bűnbánattal részt veszek az előkészítő héten, az Isten tiszteleteken, bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és megbocsájtok azoknak, akiket én bántottam meg. Jó, köszönöm. Szabó Helga, hogyan imádkozol kenyérvételkor? Uram Jézus, a te megtöretett szent testednek érdemében részeltes engemet, szegény bűnös szolgádat, szolgálódat. Amen. Jó, köszönöm. Szűcs Liliana, hogyan imádkozol úrvacsora vétel után a padban? Köszönöm, Uram, hogy megvannak bocsátva a bűneim a te kereszt halálod árán. Adj erőt, hogy hálából neked éljek, és igazán szeresselek téged, és legyek hasznára embertársaimnak. Amen. Köszönöm. Tessényi Donát, mit hiszel az Anya Szentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva és annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok örökké. Jó, köszönöm szépen. Varga Boglárka, mi az egyház négy tulajdonsága? Hiszek egy szent, egyetemes apostoli egyházat, tehát a szentség, az egység, az egyetemesség és az apostoli jelleg. Jó, köszönöm szépen. És akkor a 8. B-osztályból Veres Dóra. Hogyan nevezzük az egyházak egység törekvését? Ökumenikus mozgalomnak alapja Jézus Krisztus főpapi imádsága, amelyben azért könyörgött az atyához, hogy követői minnyáján egyek legyenek. Jó, köszönöm szépen. Akkor a 8. K-osztályt fogom kérdezni most. Bihari Gergő. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk, megismerjük benne a református keresztény hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház urát, ami Urunk Jézus Krisztus, így a konfirmáció hiteli utás alkalmává lehet. Jó, köszönöm szépen, Boldog Nóra. Csak most kezdődik a Szentlélek munkája benned? Nem, már az is a Szentlélek műve volt, hogy a szüleim és keresztszüleim megkereszteltettek, és a keresztség alkalmával megígérték, úgy nevelnek és neveltetnek, hogy majd a konfirmációban én is vallást tegyek. Az én Uramról, a Jézus Krisztusról. Jó, köszönöm szépen. Hornyák Renátó. Minden megkeresztelt egyén megillet a keresztjénnél? Sajnos sokan csak névileg keresztjének, ez olyan, mintha egy palackra rá lenne írva, vagy tokai aszú, de közben savanyú lőre volna benne. Egy másik példa, lehet valakinek a neve Szabó, de nem biztos, hogy tud ruhát varni. Urunk azt akarja, hogy ne csak nevünk, hanem az egész életünk az bizonyítsa, hogy ő hozzá tartozunk. Jó, köszönöm szépen. Iván Alex, hogyan szól Isten hozzánk? Mindenre szól az általános kijelentésben a természet, a történelem és a lelkiismeret útján, ám a bűn miatt az ember nem képes arra, hogy ezt megértse, ezért van szükség különös kijelentésre. Jó, köszönöm. Kálnai Anna, a Biblia hány főrészből áll? Két főrészből áll, az Ó és az Új Szövetségből. Az Ó Szövetség 39, az Új Szövetség 27 könyvet tartalmaz, így összesen 66 könyv van a Bibliában. Jó, köszönöm szépen. Kerékgyártó Dávid, mi a Biblia központi üzenete? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a jó hír már közel 2000 nyelven hangzik szerte a világon. Jó, köszönöm szépen. Király Dániel.
Mi a jellemző a hitvallás megfogalmazásában? Az, hogy egyes szám első személyben hangzik. Ez azt jelenti, hogy a hit személyes döntése jár. Sok mindent meg lehet csinálni más helyet, például leckét az iskolában kap állást a kertben, de más helyet nem lehet hinni. Úgy, ahogy más szájában nem lehet jól lakni, más hitével se lehet üdvözülni. Jó, köszönöm szépen. Lakatos Krisztián Bence. Fontos dolog tehát a hit? Igen. Hit nélkül? Igen, hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmaz azokat, akik őt keresik. Jó, köszönöm szépen. Lakatos Nikoletta. Szembe kell leállítanunk a Bibliát és a természettudományt. Nem, mert a Biblia nem akar természettudomány lenni, hanem hitvallás. Több ezer éves megfogalmazás szerint a korabeli ember fogalmaihoz igazodva szól a teremtett Istenhez. A természettudomány viszont mindig a korabeli ember adott kor színvonalán. Színvonalán szól a teremtett világhoz. Jó, köszönöm szépen. Makai Fanni. Mi vagy ki a teremtés csúcsa? A teremtés csúcsa az ember, akit Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett. Ez azt jelenti, hogy Isten szentsége, szeretete tükröződhet benne. Ugyanakkor a föld kerekség urává is tetten Isten az embert, nem azért, hogy a földdel visszaéljen, hanem azért, hogy gondoskodó szeretettel vigyázzon Istentől kapott lakhelyére. Jó, köszönöm. Sági Viktória. Milyen kockázattal teremtette Isten az embert? Azzal, hogy szabadságot ajándékozott neki, nem akarta, hogy az ember rabszolga módjára, vagy automataként szolgálja őt, ám az ember visszaélt szabadságával, és engedetlenné vált Isten iránt. Jó, köszönöm szépen. Sólyom Dominika. Honnan ismerhetjük meg legjobban bűnös voltunkat? A törvényből, amelynek foglalata a 10 parancsolat és Kávé János szavaival élve tükörfék ösztöke számunkra. Jó, köszönöm. Sólyom Gábor. Elhagyta-e Isten a bűnös embert? Nem hagyta el, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Köszönöm szépen, és Varga Dórika. Mit vallunk Jézus Krisztus személyéről? Azt, hogy ő egy személyben valóságos Isten és valóságos ember, mint valóságos Isten a Szent Háromság második személye. Mint valóságos ember? A mi testvérünk. Így van. Köszönöm szépen. Akkor most a 10. B osztályt kérdezem. Urai Beáta. Hogyan szól a 9. parancsolat? Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Mit kíván Isten a 9. parancsolatban? Az, hogy mindig igazat mondjak, mások hibáit ne hátuk mögött beszéljem, hanem szeretettel négy szem közt mondjam meg. Hízelg és rágalmazás kerüljem, mások kritikája pedig ne sértődésre, hanem önvizsgálatra vezessen. Köszönöm szépen. Mándoki Rihárd. Mit kíván Isten a 10. parancsolatban? Azt, hogy bűneimet már gyökerükben meglássam, és küzdjek ellenük, így a gonosz kívánságokat megöldökölve helyet tudok adni az Isten szíve szerinti kívánságoknak. Jó, köszönöm. Mészáros Viktória. Mi életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak vagyok a tulajdona. Ő a drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és az ördög minden hatalmából megszabadított. És úgy megőriz, hogy a mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshet le fejemről, sőt, inkább minden üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őnek éljek. Jó, köszönöm szépen. Nagy Georgina, mit jelent a konfirmáció szó? Ez a latin szó annyit tesz, megerősítés, a Szentlélek erősíti megébredő hitünket.
Jó, köszönöm szépen. Pap Gyula. Hogyan nevezik Jézus Krisztus követőit? Keresztényeknek, ez görög eredetű szó, azt jelenti Krisztushoz tartozó, nem magamé, hanem az én hűséges megváltómnak tulajdona vagyok. Jó, köszönöm szépen. Patkós Petra, minden megkeresztelt egyén megillet a keresztény név? Sajnos sokan csak névleg keresztények, ez olyan, mint egy palackra az volna írva tokajaszú, és közben savanyú lőre volna benne. Egy másik példa, lehet valakinek a neve Szabó, még nem biztos, hogy tud ruhát varni. Urunk azt akarja, hogy nevünk, vagy ne csak nevünk, hanem egész életünk, az bizonyítsa, ő hozzá tartozunk. Jó, köszönöm szépen. Szilágyi Vivien. Mi a különös kijelentés? Isten igéje, ez irodalmi formában a Bibliában, testet öltött alakban, pedig Jézus Krisztusban van előttünk. Az ige testé lett. Jó, köszönöm szépen. Szokolai Zsófia. Mi a Biblia eredeti nyelve? Az Ószövetségi a héber, az Újszövetségi a görög, magyar nyelvre először Károli Gáspár, Gönczi református esperes fordította le a teljes Bibliát, megjelent 1590-ben Vizsolyban. Jó, köszönöm szépen. Vad Nikolett, mi a Biblia központi üzenete? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a jó hír ma már közel 2000 nyelven szól szerte a világon. Jó, köszönöm szépen. A 10. C osztály vizsgáztatására Éger Ádámot kérem. Szólítanám a 10. C osztályból először Ábrahám Károlyt, és kérdezem tőled, hogyan nevezték a régiek a döntés nélküli hitet? Szénégető hitnek, ez onnan számozik, hogy Olaszországban megkérdeztek egy szénégetőt, hogy mit hisze. Azt felelte, hogy amit az egyház, és az egyház mit hisz, az bizony nem tudom, felelte a szénégető. Pap Ferencet kérdezem. Mondd meg nekem, szembe kell állítanunk a Bibliát és a természettudományt. Nem, mert a Biblia nem akar természettudomány lenni, hanem hitvallás. Több ezer éves megfogalmazásban szól a korabeli ember fogalmaihoz igazítva a Teremtő Istenről. A természettudomány viszont mindig az adott kor színvonalán szól a teremtett világról. Köszönöm szépen, foglalj helyet. Romhányi Leventét hadd kérdezzem meg. Mondd meg nekem, légy szíves, mit jelent, mi a gondviselésbe vetett hit? Isten szeretetének állandó megtapasztalása, az a boldog érzés, hogy életemet nem a vaksors és a végzet irányítja, hanem az én mennyei atyám. Rendben, köszönöm szépen, és végül kérdezem Veres Erikát, mi a gondviselésbe vetett hit haszna? Megszabadítás. Az aggodalmasságtól, a babonás sötétségéből, az emberektől való félelemtől, derűs és hálássá tesz, valamint reményt a szívemben minden körülmény között. Rendben, köszönöm szépen. 10. R osztály vizsgáztatására Uergovics Éva tanárnőt kérem. Akkor a 10. R-ből először kérdezem Fábián Zsombort. Milyen kockázattal teremtette Isten az embert? Azzal, hogy szabadságot adott neki. Nem akarta, hogy az ember rabszolga módjára vagy automataként szolgálja őt, ám az ember visszaélt szabadságával és engedetlenné vált Isten iránt. Jó, köszönöm szépen. Farkas Szintia. Honnan ismerhetjük meg legjobban bűnös voltunkat? A törvényből, amelynek a foglalata a 10 parancsolat, ez Kálvin János szavaival élve, a tükör, fék és ösztöke a számunkra. Köszönöm szépen. Kis Patrik. Kit küldött Isten a világ megváltására? Szabadítót küldött, Jézus Krisztust, aki Izrael egy kis városkájában, Betlehemben, mintegy 2000 évvel ezelőtt egy kiválasztott anyától, Szűz Máriától született. Köszönöm szépen. Kós Imre, hogyan nevezzük a Jézus Krisztus által hozott üzenetet? Evangéliumnak. Ez a görög szó azt jelenti, hogy örömhír, örvendetes üzenet Istentől. Örvendetes üzenet arról? Arról, hogy Isten szeret, és az emberi földi boldogságát, és üdvösségét akarja. Jó.
Köszönöm. Kovács Sándor. Miben áll Jézus Krisztus hármas tiszte? Abba, hogy ő proféta, főpap és király. Te részt vehetsz az ő hármas tisztében. Igen. Profétai tisztem, hogy nevére én is vallást tegyek. Főpapi tisztem, hogy szívemet, mint égő áldozatot hálában neki adjam. Király tisztem, hogy bűneim ellen harcoljak. Jó, köszönöm szépen. Lakatos Vivien. Miben áll Jézus Krisztus váltságműve? Hogy szent életével és áltatlan halálával eleget tett Isten igazságának, ezzel megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Jó, köszönöm szépen. Tóth Kata. Amikor egyetlen prófét vagy apostol sincs megnevezve a hitvallásban, miért hangzik el a pogány helytartó Poncius Pilátus neve? Ez is figyelmeztet arra, hogy Jézus Krisztus kereszthalála nem hitregen mítosz, hanem történelem. Az esemény itt térben és időben elhelyezhető, amikor Judában Poncius Pilátus volt a római birodalom helytartó, Krisztus után 26-36 között volt hivatalba. Jó, köszönöm szépen. Tóth Krisztián, mit szemléltet Krisztus feltámadása? Azt, hogy az Atya elfogadja a világ bűnéért bemutatott engesző áldozatot, és megdicsőítette szent fiát. Jó, köszönöm szépen. Tőke Levente. Milyen történelmi bizonyságai vannak Krisztus feltámadásának? Az üres sír, a feltámadott megjelenései és a tanítványok megváltozott élete. Jó, köszönöm szépen. Urbán pap Zsolt. Találó elnevezése a húsvét szó. Nem találó, mert a nagyböjt utáni húsevésre vonatkozik. Egyébként nem az elnevezése fontos, hanem a feltámadt úrban való hit. Jó, köszönöm szépen, és akkor végül Vad Károly. Mi Jézus Krisztus föld életének utolsó állomása? Áldozó csütörtök, amikor a feltámadás után 40 nappal a tanítványok szeme láttára fölment a mennybe. A hit, gyerekek, ismeret és bizalom. Most van valamilyen szintű ismeretetek. Azt, hogy ezt, amit itt elmondtatok, és amit olyan szépen hallgattunk, hogy ezt valóban elhiszitek-e, az viszont a ti döntésetek. Ez az intézmény ismeretet tud nektek adni, hittanórákon, áhítatokon, Isten tiszteleteken, a felkészítő tanáraitok, vallástanáraitok meg tudják adni ezt az ismeretet, hitet viszont nem tudunk adni. Hitet egyedül az egy élő igaz Isten tud adni, ha úgy döntötök, hogy ezt ti is akarjátok. Akarjátok ezt az igaz hitet, akartok keresztény emberként élni ebben a világban. Azt is elhiszem nektek, hogy erről ti most még nagyon nem is tudtok dönteni, de eljön majd az életetekbe, lehet, hogy nem egy, hanem több olyan pont, amikor majd döntenetek kell, és azt kívánom nektek, hogy szavazzatok bizalmat ennek az ismeretnek, amit itt szereztetek. Azt is tudom, hogy nem könnyű nyilvánosan akár egy mondatot, vagy két mondatot is elmondani. Én köszönöm nektek, hogy leküzdöttétek a félelmeteket, és elmondtátok. Köszönöm azoknak, akik méltóképpen jelentek meg ezen a vizsgán, és az iskola egyenruháját, vagy méltó fekete-fehér ruházatot viseltek. Köszönöm a felkészítő tanároknak a munkáját, és köszönöm az osztályfőnököknek a munkáját, akik ebben támogatták a munkaközösséget és a gyerekeket. Most pedig együtt, fennállva, fennhangon tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján.
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljátok el a helyeteket, és további útmutatásokat szeretnék elmondani és adni. Most, miután szünet következik, és majd visszarendezzük a termet, 9 órától Isten tiszteletre hívlak és várlak benneteket vissza ugyan ide, hiszen a mai napon a Jézus Krisztus mennybe menetelét ünnepeljük, arra emlékezünk, és ennek kapcsán Isten tisztelet lesz itt a díszteremben. Most pedig záró énekünket énekeljük. 434-es számú dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Fennállva fogadjuk az áldást, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.